kínai népese, aki gyanak egy gyermekem volt, gondterhelt, tálapult, nem volt mit tenni, hiába járta össze a bozótot, nem talált semmit. Másnap kora reggel újból kimált, és egy varangyal találkozott. No, ezt megfogom, mondtam. A varangy ilyetében vartyogni kezdett. A kígyó visszakiabált a feleségének, feltelted a maniokát a tűzre, van már zsákmány, még ne tedd oda, először megküzdök a férjeddel, kiáltotta erre a varangy. Éppen arra jött egy ember, hosszú kését kirántotta, neki esett a kígyónak. A varangy megmenekült, s attól kezdve mindig az emberek közelében maradt. Ki nem hiszi, járjon utána.